Galaxis kalauz Timár Ágnessel. Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 118. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. A karácsony előtti adásban már elkezdtük vizsgálni az ajándékozás történetét és feszegetni az adományozás hagyományát. Persze egy ünnep alkalmával átadott apróság, vagy éppen nem is apróság, nem szorul feltétlenül magyarázatra, azonban ha úgymond nincs alkalom, akkor már is pörög az agyunk, hogy miért is kellene adni. Azért, mert az illetőnek szüksége van rá, vagy mert nekem van miből, esetleg mert mások is adnak, adnak egyáltalán, és mégis konkrétan kinek, milyen ügynek. Vagy bízzak meg egy civil szervezetben, hogy majd ők úgy is tudják, kinek kell a segítség. Esetleg én magam váljak civillé. Hogy a civil kezdeményezéseknek, az adakozásnak, az ügyek mellett való kiállásnak milyen hagyományai vannak nálunk, sőt, vannak-e hagyományai, erről szól a mai első interjúnk. Első megálló. A vonalban Zsolt Péter szociológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ kutatási igazgatója van velem. Szia! Ja. Nálunk pillanatnyilag mennyire van kultúrája, hogy akinek van rá módja, az ajándékozik? Biztos, hogy nagyon sokat számít a múlt, és unalomig hallhatják azt a hallgatók, hogy a szocializmus az mit okozott ennek az országnak. A többek között az arisztokrácia elveszítését, és az arisztokrata értékeknek a kiveszését okozta. És azokban a társadalmakban, ahol ilyen békés átmenet történt, ott ez a fajta kötelezettségérzés, ez átível egészen mostanáig. A mi társadalmunkban nem annyira a gazdagok azok, akik leginkább adakoznak, hanem sokkal inkább a középosztályban jelenik meg ez. Részben az, mert a mi gazdagjaink azok sokszor új gazdagok. Tehát, hogy végképp nincs meg bennük ez a fajta indítatás, és aztán így el is szakadnak a társadalomtól. És hogyha ezt a középosztályt nézzük, akinek mondjuk annyi van, amennyiből azt mondja, hogy le tudok csípni valamennyit, és még mondjuk én sem fogok éhen maradni, az mi alapján, vagy miért kezd el erre késztetést érezni? Ez meg nem csak pszichológiai kérdés, tehát, hogy most éppen van egy kis bűntudatom, és akkor úgy gondolom, hogy kell adakoznom, vagy éppen jókedvű vagyok, és ezért. Már a két véglet, tehát ha nagyon erős bűntudata van valakinek, vagy nagyon jókedvű, akkor nem veszi észre az, hogy maga körül mások meg rászorulnak. Tehát ez a dolog a pszichológiai része, de az pedig egy kulturálisan átadott dolog, hogy hát én úgy lépek be a munkaerőpiacra, amikor elvégeztem az egyetemet, vagy a középiskolát, hogy rögtön a fizetésem egy részét valamilyen adakozási céllal föl is ajánlom, és az rendszeresen levonásra kerül. Tehát ez a fajta kultúra nincs is meg nálunk. Amikor a középosztályunk adakozik, akkor azok alkalmi jellegű megnyilvánulások, és nálunk az is a probléma, hogy nagyon bizalmatlanok is vagyunk, hogy ahová adjuk a pénzünket, az valóban jó helyre kerül. Mert hogy ennek is meg kell, hogy teremtődjön az átláthatósága, ezzel se szabad, hogy visszaéljenek, és nem is biztos, hogy mindig alaptalan az ilyen típusú bizalmatlanságunk. Ez a bizalmatlanság lehet egyébként az oka annak, vagy akár mondjuk a tudatosság, hogy valaki nem egyéni szinten feladja azt az egy-egy csekket, amire ő maga gondolt, hogy a megfelelő szervezetnek átutalja, hanem azt mondja, hogy látom, hogy van egy pár civil szervezet, amelyik éppen valahogyan tud működni, és fontos ügyeket próbál segíteni, és inkább abban vesz részt valamilyen módon aktívan, tehát nem is csak olyan módon, hogy konkrétan őket támogatja anyagilag, hanem ő maga is aktivista lesz az adott szervezeten belül. Hát ugye most érkeztünk el a beszélgetésünknek ahhoz a részéhez, ami engem kutatóként is, meg civil szervezeti aktivistaként is a leginkább foglalkoztatott az elmúlt években. Nagyon sokféle módon próbálkoztam bevonni embereket különböző közösségépítő tevékenységbe, és egy nagyon komoly bizalmatlansággal találkoztam, igazodási vágyal találkoztam, tehát hogyha a polgármester úr támogatja, akkor benne vagyunk. Vagy voltak olyanok, hogy a polgármester úr benne van, akkor mi meg nem vagyunk hajlamos beleszállni a dologba. Tehát, hogy mind a kettő volt, tehát ez az átpolitizálódási hajlam, ugye ez még kis településen is megvan, miközben a civilek ilyen értelemben valamilyen jó dolgot szeretnének csinálni. Olyasmivel is találkoztam, hogy valaki azt mondta,
hogy hát a civil szervezetnek a tagsága az tartsa fönn azt a civil szervezetet, miért adjon ő ebbe bármit azért a célért, amit éppen kijelöltünk, mint projekt. Tehát, hogy ebben mi köze van hozzá. Mintha az emberek azt gondolnák Magyarországon, most megpróbálok általánosítani ebből a kis mikrotapasztalatomból, hogy a civil szervezetek akkor működnek, hogyha azok önmagukat eltartják, és nekem állampolgárként nem kell ezt beletartoznom, és nem is kell támogatnom. Tehát van egy olyan probléma, hogy amíg nálunk szerencsésebb társadalomban több hálózathoz tartozik egy adott állampolgár, akár több civil szervezetnek is az aktivistája, ezáltal boldogabb is az életem, mert a boldogság az egyenes arányba függ a kapcsolataink, az értékes kapcsolataink számától, még hogyha azok gyenge kötések is. Nekünk pedig a kapcsolataink azok a családig terjednek ki. Tehát, hogy miért lépjek be egy civil szervezetbe, meg miért támogassak egy másikat, vagy miért figyeljek oda. Nekem az egyik projektem például arról szólt, mert civil szervezetek vannak szép számmal, hogy a helyi civil szervezeteket valamiféle együttműködésre késztessen, és akkor mondjuk találjuk ki azt, hogy minden évben kisorsolunk egy civil szervezetet, akire a többi civil szervezet is odafigyel, és annak a projektjét valamilyen módon ahhoz hozzájárul és támogatja a saját képességei szerint. És itt is megjelenik az önzés, tehát hogy miért kéne nekem támogatni egy másik civil szervezetet? Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy ez a település egészének, vagy a társadalomnak, vagy az embereknek ez jó, hogyha mi egy picivel is hozzájárulunk másnak a sikeréhez. Tehát ezeket a típusú gátakat átlépni nagyon nehéz olyan helyzetekben, mint amilyenekben mi vagyunk, mert nem rendelkezünk ezzel a tudással szerintem, szóval ez hiányzik belőle. És akkor hogyan tudna mégis egészségesen működni egy civil szervezet? Kinek kell eltartani, mennyire szállhat bele az állam? Tehát, hogy ez az egyensúly, ez hogyan alakítható ki mégis? Az állam és a civil szervezet, vagy egy önkormányzat és a helyi civil szervezet együttműködése az mikor jó és mikor nem jó. Szociológusként azt vettem észre, itt nemzetközi példákat is nézve, hogy a probléma az két vége adódik. Az egyik az, hogy ha az állam túlságosan jó indulatú, mondjuk ez a veszély Magyarországon nem fenyegeti a civil szervezetek többségét, tehát nem maga alá akarja gyűrni egy skandináv országokba az állam a civil szervezetet, hanem egész egyszerűen a költségvetését úgy hozza létre, hogy nagyon számít a civil szervezetek állami tevékenységet kipótló tevékenységére, és ezt nagyon erősen finanszírozva. A szakirodalom azt mondja, hogy egy civil szervezetnek a bevételeinek a 70%-át eléri az államtól vagy az önkormányzattól rendszeresen kapott jövedelem, akkor elvész a watchdog funkciója a civil szervezetnek, és még pluszba el is puhul, el is kényelmesedik. Tehát nem lesz egy dinamikus kölcsönhatás a hatalom kontrollálására. Gondoljunk csak bele, hogyha ha tényleg nagyon bevonnak egy civil szervezetet mindenbe, és ő maga a törvényalkotó, akkor nem fogja azt a törvényt kritizálni, amelynek az alkotásába nagyon is erősen részt vett. Plusz még ugye el is puhult, és még számít is arra, hogy államban pénzen, tehát kooptálódik a civil szervezet a mindenkori hatalomhoz. És még olyan kontraszelektív dolgokat is megfigyeltek, hogy egy is nagyon tehetséges politikai pályára szánt emberek inkább a civil szektorba mennek, mert itt tartósabban is jobban tudnak érvényesülni, pedig nekik politikusoknak kéne lenniük. Na szóval ez az a veszély, ami minket nem fenyeget Magyarországon, mert ami nálunk van, az vagy az, hogy kiéheztetik a civil szervezeteket, vagy hogy eleve politikai célokra akarják felhasználni. Tehát csak abban a civil szervezetben bízunk, amit az állam támogat, vagy a helyi önkormányzat. Máson, nem mondjuk a piacról, vagy az emberektől szedi össze a forrásokat. Ugye nálunk egy külön probléma, hogy az emberektől nem is lehet összeszedni, mert nem adakoznak, de ezért rákényszerülünk, hogy az önkormányzattal kerüljünk kapcsolatba. És hogyha meg ott meg nagyon ellenséges a viszony, akkor sem működik. Tehát egyenlői projekt nem tud sikeressé válni egy kis településen, ami mögé nem áll oda a polgármester. Mert elfogy a körül a civil szervezettől a levegő. Úgyhogy összefoglalva, a
két véglet között kell valahogy megtalálni az egyensúlyt, ami spontán módon kialakulhat, szerencsés esetben, tehát ezt nem fogja senki se szabályozni, hogy kell is, hogy legyen együttműködés, kell is, hogy legyen vasdok szeret, nem is szabad túlságosan elkényelmesíteni a civil szervezeteket, nem is szabad velük ellenségesen bánni, átláthatóan is kell, hogy működjenek, ezeket ugye jogszabályi kényszerekkel kell elérni, úgyhogy nem egy könnyű elérni, hogy egy társam szerencsés legyen, és a civil szervezetei aztán jól tudjanak funkcionálni. De hogyha a civil részvétel mondjuk bizalmi alapú, akkor ilyen szempontból a nemzetközi szervezetek vannak a legjobb helyzetben? Mert hogy ott már azt gondolom, hogy ha ez más országokban is működik, akkor tudom, hogy én most nem az ablakon dobom ki a pénzemet, vagy akár mondjuk az energiáimat, hogyha én ebben részt veszek. A kutatások, amiket láttam, évente van egy ilyen kutatás, amit megismételnek, hogy mennyire bíznak az emberek a különböző intézményekben, és a civil szervezetek Magyarországon is ebben mindig jól szerepelnek. Tehát ugye az előbb beszéltem arról, hogy azért nálunk van egy általános bizalmatlanság, és azért pénzt nagyon nehezen adnak emberek civil szervezeteknek, de azért valamennyire adnak. És ha megkérdezik, hogy mennyire bíznak bennük, akkor még mindig sokkal jobban bíznak bennük, mint más intézményekben. Legyen az a rendőrség, vagy az egészségügy, vagy akármi más, amiket fel tudnak sorolni a kérdéses kutatásban. A nemzetközi szervezetek iránti bizalom, az lehet nagyobb is, meg kisebb is. Hát ugye ez az adott politikai propaganda éppenséggel egy bizalmatlanságot is tud teremteni a nemzetközi civil szervezetekkel szemben, mondván, hogy ezek olyan típusú jogvédők, amik a globális érdekeket szolgálják, és ezek a globális érdekek, ezek egy olyan típusú háttérhatalom, ami a szuverenitását csökkenti a helyi nemzeteknek. Egy ilyen típusú gondolatmenet ma már eléggé bejáratott, és sokak számára elfogadott. Tehát szerintem nagyon erősen megoszlana a válaszadóknak a köre, hogyha azt kérdeznénk, hogy a nemzetközi civil szervezetekben bízik-e, akkor válaszadók egy részén nagyon bízna, a másik részén nagyon nem bízna. És ha már a konkrét pénzadakozás vagy adományozás szóba került, mire vagyunk inkább nyitottak? Az olyan típusú, hát mondjuk egy folyamatos pénzadományozásra, és most haza fogok beszélni, mint mondjuk, hogyha a Klubrádiónak én minden évbe befizetek egy bizonyos összeget, egyrészt mert egyetértek a nézeteivel, másrészt meg szeretném, hogyha szólna, vagy pedig, hogyha engem megállítanak az utcán, és azt mondják, hogy csak egy perc, és tulajdonképpen 200 forinttal már jól lakhat két gyerek, szóval most két olyan példát mondtam, ami nem zárja ki egymást nyilván, de hogy arra például vannak kutatások, hogy mi melyiket engedjük be inkább? Érzéseink lehetnek, hogy melyiket engedik be inkább. Azt látom én a magam részéről, hogy ez a rendszeres adakozás kultúrája most indult el. Tehát ahogy mondjuk egy norvég társadalomban a civilek leszoknak arról, hogy küzdjenek a pénzszerzésben, hogy elmenjenek vállalatokhoz és onnan szerezzenek pénzt, mert hogy elkényelmesednek, úgy Magyarországon pedig az állampolgár azt látja, mégiscsak azt látja, hogyha ő nem áll oda valamelyik projekt mellé tartósan, akkor az be fog futcsolni. De ez tulajdonképpen a legújabb tapasztalata a magyar társadalomnak, és az első közé kerülő példa épp a Klubrádió, vagy a megszüntetett és az indexből kivált közösség, a Telex szerkesztősége, és ugye a sajtóba próbálkozik mindenki ilyen folyamatos pénzszerzéssel, de itt én egy lélektani fordulatot látok, mert sokakban tudatosodott, hogy ez másképp nem fog működni, csak hogyha ő állandóan adakozik. A másik oldal pedig, hogy 200 forintot adok-e valakinek, aki kéri, azzal kapcsolatban hagyd mondok el egy kis történetet, egy kis sztorit, amelyben hát egy nagyon híres hegedű művész az aluljáróba kiállt, hogy ő ottan kis koncertet ad, és kirakja a kalapját. És akkor ezt be is jelentették a helyi hatóságoknak, akik megrémültek, hogy úristen, hát itt akkor akkora tömeg lesz, hogy meg fog állni a forgalom, és hát neki külön rendőri feladataik lesznek. Mert hogy ez a hegedű művész, a világ egyik leghíresebb hegedű művészéről van szó, és hát hogyha meghirdetett egy koncertet, akkor teltházas koncertek voltak, és teltok alatt elkeltek a jegyek. Most az a helyzet, hogy bár a hatóságok kiadták az engedélyt, és rettegtek, alig álltak meg emberek, hogy
adakozzanak valamilyen teljesítményére, ami egyébként a világ legjobb teljesítménye volt ott is. És két típusú ember állt meg, egy kisgyerek, aki nem hagyta, hogy az anyukája tovább menjen, hanem ott lekövekelt, és egy másik hegedűs, aki pedig rögtön felismerte, nem a hegedű művész személyesen, hanem azt, hogy valami olyat, mit hall, ami rendkívüli. Tehát úgy tűnik, hogy az adakozásunk az annak a függvénye, hogy éppen koncentrálni tudunk-e arra a jelenségre, amiért kérik, hogy mi adakozzunk. Lehet akár ez egy ilyen fantasztikus teljesítmény is. Ha ezt a fajta figyelmet nem tudja megszerezni az a civil szervezet, vagy bárki, aki szeretne pénzt gyűjteni, akkor elsétálnak mellette az emberek, mert ugye hát egy kéregető a sok közül, itt azok szoktak zenélni, akik ilyen utcai zenészek, hát néha szoktunk neki dobni egy 20-ast vagy egy 100-ast, de nem figyelünk oda magára a teljesítményre. Úgyhogy ennek itt akkor ez a titka, hogy valaki 200 forintot kér, hogy hogyan kéri azt a 200 forintot. Tehát, hogy tudja magára úgy hívni a figyelmet, vagy ez a civil szervezet, hogy hogyan kommunikál, hogyan tudja elérni azt, hogy odafigyeljenek rá. Hát nyilván ez a marketing része a dolognak, ami ebből is látszik, hogy nem elhanyagolható, de az is számít, hogy az adott egyén egyébként mennyire nyitott ezekre a megkeresésekre. És itt most ezt azért kérdezem, mert, és nyilván itt kutatás ismerete nélkül mondom ezt, azt gondolja, vagy azt látja az ember, hogy bármilyen fontos ügy, probléma felmerül, amit segíteni kell, akkor mindig ugyanazok állnak oda mellé, és nem csak a civil szervezetek szintjén, hanem hogyha valaki kinyitja a Facebookot és végignézi az ismerőseit, akkor mindig tudja, hogy ugyanaz a 15 ismerőse lesz az, aki elmegy segíteni, ruhát gyűjteni, ételt főzni, és a többi. Tehát, hogy azért ez már egy személyiségjegy. Bizonyára különböző társadalmakban más arányban van, és nem csak az a 15%, hanem esetleg több. Erről beszéltünk a korábbiakban, hogy ez egy kulturális kérdés is. Másfelől meg ugye a Pratkanis és Aronson a Rábeszélő gép című könyvét azzal kezdi, hogy azt mondja, hogy olyan marketing nyomás alatt vagyunk, kinyitjuk a hűtőszekrényt, és már ott mindenféle kérések és rábeszélések rögtön lepel minket, míg mondjuk 100-200 évvel ezelőtt egy-egy rábeszélést kellett meghallgatni egy héten, az mondjuk a református lelkésznek a prédikációja volt, és akkor arról beszéltek az emberek egy hétig. Most pedig másodpercenként akarnak meggyőzni minket valamiről. És ezért, mivel ilyen nagy nyomás alatt vagyunk, ezért le is zárjuk munkat érzelmileg, nem hagyjuk, hogy ez a dömping minket elérjen. Úgyhogy mindenféle adakozás kértés az roppant nehéz elérni az embereket, és az a marketing is roppant nehéz, és a hegedűs példán az is látszik, hogy nem csak teljesítménytől függ, és hogy tényleg mindig ugyanazok az emberek lesznek, akik segíteni fognak, mert vagy az ő attitűdjük, ez erre van beállítva már, hogy oda tud figyelni, vagy ők a hegedű művészek maguk is, vagy a kisgyerek, aki még észrevesz és nem rohan. Ugye a beszélgetés elején mondtad azt, hogy azért nagyon sok mindent a múlt határoz meg, tehát hogy a jelen döntéseinket, és nyilván nem lehet elmenni a rendszerváltás előtti 40 év mellett szó nélkül, olyan szempontból, hogy akkor is biztos, hogy valamilyen módon befolyásolták a közösség formálást, vagy annak a lehetőségét. Nem tudom, hogy akkor mennyire volt igény az emberekben, hogy ők maguk esetleg ügyeket a vállukra vegyenek, illetve mennyire támogatta ezt a rendszer, vagy mennyire hagyta? Hát itt hagy utaljak Hankis Elemérnek egy gondolatára, aki a Kelet-Európai Alternatívák című könyvében valószínűleg másutt is arról ír, hogy mi a szocializmusnak a nagy bűne. Rögtön az 50-es években, rögtön a kezdetekkor. Ugye a kommunista ideológia azt várja el az egyéntől, hogy legyen közösségi lény, de csak egyféle közösségi lény tud elképzelni azt, aki a pártnak az irányát követi, és aki megszünteti az egyéni törekvéseit. És miközben közösségi lényt akar csinálni az egyénből, nem tűri, hogy közösségeket hozzanak létre az egyének. Hát pedig a modern demokratikus társadalmak úgy működnek, hogy rengeteg civil szerveződés van, mely kreatív módon felfedezik, hogy hol van a probléma, és abban valamilyen jó szolgálati tevékenységet kezdenek el folytatni, és aztán ahhoz próbálnak meg forrásokat szerezni. Abban a társadalomban, abban a szocializmusban, amiben ez kifejezetten tiltott volt, megjelent egy bűntudat az emberekben, hogy
Hát én szeretnék közösségi lény lenni, de nem lehetek az. Számon kérik tőlem, de én mégse tudok az lenni. És el kellett jutni a népnek addig, hogy rájöjjön, hogy hülyét csinálnak belőle. Tehát, hogy alaptalanul van bűntudata, és ettől a nyomástól kellett felszabadulni. És vannak egyébként ilyen öngyilkossági statisztikák, hogy hanyadikak voltunk az öngyilkosságban, a szocializmusban, és a rendszerváltás után ez hogy lecsökkent, tehát nagyon, nagyon komoly javulást értünk el. Szerintem egy lényeges szempont, hogy amikor egy rendszer bűntudatba tartja az állampolgárait, és tehetetlen állapotba kényszeríti, akkor ott bizony sokan lesznek öngyilkosok, és maguk ellen fordulnak, mint hogyha kinyílnak a lehetőségek, akkor megszűnik ez. Tehát most azért kinyíltak a lehetőségek a rendszerváltás után, iszonyú mennyiségű civil szervezet jött létre, és ezek a civil szervezetek már valóban civil szervezetek voltak, tehát nem csak úgy értették a civilséget, hogy én úgy vagyok civil, hogy nem vagyok hajlamos behódolni a kötelező katonai szolgálatnak, tehát hogy ott kicsit civilként lézengetnek, hogyha be is soroztak. Tehát nem így lett civil most már a rendszerváltás után az, aki közösségekbe lépett be, hanem a modern értelemben lett civil. Úgyhogy ez az örökségünk a szocializmusból, hogy egy teljesen individualizált, magába forduló, összefogni és célokért küzdeni képtelen egyéneknek a tömegét eresztette ki ebből a szörnyű állapotból egy szabad világban, és most itt lézengünk ebben a világban, és próbáljuk kitalálni saját magunkat. De azt lehet körülbelül sejteni, hogy melyik lesz az a generáció, aki már semmilyen ilyen típusú bűntudattal nem rendelkezik, az, amelyik a rendszerváltás után született, vagy akinek a szülei a rendszerváltás után születtek, tehát hogy akár mondjuk a mostani tizenéveseknek természetes legyen az, amit te is mondtál, hogy ha majd munkába állok, akkor egy bizonyos összeget én minden hónapban át fogok utalni a számomra fontos ügyeknek. Sok szempontból visszarendeződési dolgok folynak most Magyarországon, úgyhogy csak reménykedjük abban, hogy nem az történik, hogy megint van valami központi elképzelés, amit le kell rázni maguknak az embereknek magukról, és föl kell szabadulni ez alól, hanem hogy tényleg egy másik világban vagyunk. Azt meg szintén nem hiszem, hogy ez a bűntudat ez sokáig létezett volna, szinte már a 80-as években nem volt. Mert már akkor kettős kommunikáció zajlott az országban, tehát az iskolában azt mondtuk, hogy elvártak tőlünk, és aztán otthon meg azt gondoltuk, és azt csináltuk, amit akartunk. Tehát, hogy tudtuk, hogy a magas nyilvánossági szinteken nem vagyunk szabadok, de egyébként a lelkünk meg az volt. És ha valaki belépett a pártba, 80-as években voltak nekem ilyen ismerőseim, akik ezen gondolkodtak, hogy be fognak lépni fiatalként, azok már nem azért léptek be, mert meg akartak felelni ennek az ideológiának, hanem egészen érvényesülni akartak, és lepötkölték magukról a bűntudatnak még a legkisebb jelét is. A 60-as, 70-es években lehetett még ez a bűntudat, a 80-as években már nem volt. Úgyhogy így védekezik az egyén a hatalom nyomásával szemben. Nem lehet megerőszakolni, tehát ahogy ezt a költő mondja, hogy az embert elpusztítani nem igazán lehet a lelkét. Fizikailag lehet megfélemlíteni. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne pedig a Zsolt Péter szociológussal elkezdett beszélgetés a civil szervezetek működéséről, majd a folytatásban a művészet támogatásról beszélgetünk. Galaxis Kalausz. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, folytatom a Zsolt Péter szociológussal elkezdett beszélgetést a civil szervezetek működéséről. Most, hogyha az ember nagyon leegyszerűsíti, hogy mit lát, azt látja, hogy vannak fontos problémák, vannak fontos ügyek, szerveződnek akár egyesével emberek a Facebookon, akár meglévő civil szervezetek fogják magukat és segítenek. Állami segítség mondjuk például nem érkezik sok esetben, sőt, amikor azt látja az állam, hogy ezek a civil szervezetek megoldották ezt a gondot, akkor hátradől, hogy hát a probléma megoldódott. Most nyilván egyszerűsítek, és nyilván egyik ügy ilyen, a másik meg olyan, de hogy azért erre bőven látunk most példát. Én ezt nem látom ennyire egyértelműnek, hogy az állam hátradülne akkor, amikor a civil szervezet megold egy problémát. A 90-es években láttam erre való példát, de jelen pillanatban Magyarországon az állam nem szereti azt, hogyha egy civil szervezet
bebizonyítja azt, hogy ő tudott megoldani valamit. Ugyanezt a saját településemen is megtapasztaltam, és meg is döbbentem rajta. Egy alkalommal arra pályáztunk, hogy írtsunk parlagfüvet. Az állam kiírt egy pályázatot, hogy aki parlagfüvet akar írtani, az könnyen hozzájuthatjon kasszáló gépekhez, mert az állam ezt megfinanszírozza neki. Volt egy közösségünk, azt mondtuk, hogy akkor megpályázunk ezt a dolgot. Egyetlen dolog kellett volna hozzá, a polgármesternek az aláírása. A polgármester ezt nem írta alá. És utána gondolkodtam rajta, hogy ez miért. Tehát, hogy miért gondolja a polgármester, hogy politizálunk azáltal, hogy parlagfüvet akarunk írtani. Tehát, hogy bizonyos értelemben igaza van, mert mi azáltal, hogy parlagfüvet írtunk, azáltal fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt nem tudta megoldani a helyi hatalom. Tehát ez a helyi hatalom személyi szegénységi bizonyítványa. Na jó, de nem áll neki utána segíteni a civil szervezetnek. Tehát ha nem hátradől, akkor legalábbis utána inkább magához veszi ezt a problémát, és akkor úgy csinál, mintha... Annyit elértünk, hogy ő meg akarta oldani, de véletlenül sem úgy jöjjön ki a helyzetből, mintha ő nem lenne alkalmas. A civil szervezetek az elfolytásra az itt egy politikai stratégia. Szerintem az a kelet-európai paradigma, úristen, mondja a politikus, nehogy már egy civil szervezet oldjon meg valamit, és fölhívja az én alkalmatlanságomra a figyelmet. Topár rövid látok dolog, megint a nem együttműködünk, félünk, a hatalmat akarjuk megragadni, nem is létezik a probléma, tehát a civil társadalom szervezet nem is létezik. Hozunk olyan jogszabályokat, amelyekben a civil szervezeteket rákényszerítjük, hogy a helyi hatalommal együttműködjön. Jogszabályokat úgy kell alkotni, ahogy a helyi kultúra működik. Ha nálunk ilyen primitív a helyi kultúra, akkor ezen kell valahogy változtatni. Az a modell, amit te említettél, hogy a civil szervezetek sokszor átvesznek feladatokat az államtól, az pedig igaz, mert hogy vannak Magyarországon is olyan helyek, de Nyugat-Európában is vannak olyan okozónák, ahová már az állam nem jut el. És a civil szervezetek meg ott vannak, mert WC-t építenek, közösséget fejlesztik, valamennyire a legrénesebb helyzetekben ott vannak, ahonnan az állam kivonult. Mind a ketten egy negatív attitűdről beszéltünk, csak esetleg lehet összehasonlítani, hogy melyik negatívabb. Tehát a hátradőlés sem a megoldás, ahogy a problémának az elgründolása sem az. Én úgy gondolom, hogy a probléma az mélyebb és nagyobb, mint amit te vetettél föl, mert ugye te a hátraülés problémáját vetetted föl, én pedig a politikai féltékenység problémáját vetettem föl. A hátraülés szerintem kevésbé jellemző Magyarország civil társadalmának a mozgósítására. Hogy az egyensúly hogy jön létre, arra pedig szerintem nincsen a világon még recept, hogy itt valami egyensúly kéne teremteni. Hadd mondjam azt, hogy a mi beszélgetésünk során ez most kirajzolódott, hogy ilyen egyensúlyra szükség volna, de csak azért, mert én magam is ilyen civil társadalom kutató voltam az elmúlt években, és eddig jutottam el, hogy vannak olyan társadalmak, amelyek jutalmazzák a civil szervezeteiket, és vannak olyanok, amelyek pedig elnyomni akarják, és hogy az egyensúlyt az vagy spontán módon létrejön, és véletlenszerűen, vagy még nem ismertük föl, hogy ennek valamilyen szabályozási keretet kéne kitalálnia a mindenkori hatalomnak. Nagyon szépen köszönöm Zsolt Péter szociológusnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ kutatási igazgatójának, hogy mindezt elmondta nekem.